A teste angyala, írta Sárbogár Diolán. Én nem sokkal azután, hogy Edina nekilátott az omlós pékáru fogyasztásához, egy ízlésesre nyírt, barna hajú, magas, kisportolt arcú, 30 évesnél nem nagyobb korú illető lépett az asztalához. Elnézést kérek, jó napot kívánok! Szabad ez az ülőhely? Hogyne, szabad, természetesen. Mondta falatját lenyelve Edina, és akkor a kijövő hangok hatására lefújódott egy kis porcukora. Boldoggá tesz a hír hallatát. Tolmácsolni fogom szavai Dénes barátomnak.
Hibizmást ugrálni, és egy madarat fogni fog örömében, mely ehhez az ágyhoz kötött állapotában kifejezetten szüksége is. Szerintem, fiam, neked már nincsen szükséged semmiféle gyógykezelésre. Már csak arra a kis barnára van szükséged, aki nem halasztan el egy napot sem, hogy meglátogasson téged, kivéve a szerdát, amikor is aerobikra jár a Csanád utca 7 számára. Bizony, úgy érzem, rétbe ért az életem, mely végre házassággal fog végződni. Így van, fiam, szerintem is vidd ülőre a dolgot, csak úgy, ahogy mifelénk, Nyugat-Dunántúlon mondják el.